le. Mekkora sebesült? Akkor emelés, 1, 2, 3. És oh, akkor próbáld meg egyszer elépni. Jó, megkerülítnek ezt a mászókát kordágynak, és visszaviszitek a kiindulási helyre. Ott lesz a kordáz. Katonáknak a hétköznapjait, azok nem csak a harcászkodással telnek, hanem számos olyan dolog is van, amiben ők aktívan részt vesznek. Akár a repülés irányítás, akár a légtér ellenőrzés, akár a kutatómentőszolgálat, akár az árvízi vagy vegyvédelmi védekezések, vagy akár a egyszerű üzekoltás, ahol nagyobb teljesítményre van szükség. Tehát én úgy gondolom, hogy akik katonák, azok nem csak a fegyverrel tudnak bánni, hanem egyéb más eszközökkel is, amivel a közösségnek szolgálják az érdekeit. Vagyunk a Hősök napján, ezen a rendezvényen. Milyen érzések vannak? Hogy érzitek magatokat? Hát nagyszerűen. Most már egy kicsit fáradtam, mert gyakorlatilag másfél órája már itt vagyunk kint, és elég sok gyerek volt, és nagyon sokat játszottunk a kutyákkal, úgyhogy szerintem ők is elfáradtak, és mi is már egy kicsit fáradtak vagyunk, de nagyon sok élménnyel gazdagodtunk szerintem. A gyerekek is, akik itt voltak, és csinálták a feladatokat a kutyákkal. Én úgy láttam az arcukon, hogy jól érezték magukat, boldogok. Mi megkérdeztünk egy pár gyermeket, hogy mit jelent számukra az a fogalom, hogy terápiás kutya. És én azt gondolom, hogy a mai nap nektek nagyon jól sikerült átadni ezt, hogy mit jelent, mert mindannyian így fogalmazták meg a segítő szándékot, kicsit a gyerekekre koncentrálva, úgyhogy ez hogy sikerül elérnetek? Tulajdonképpen semmit nem kell hozzá csinálni, elég, hogyha ott van a kutya, mert hogy ő neki olyan kapcsolata van az emberrel, ami egy olyan érzelmi kötődést jelenthet, egy olyan önfelett pillanatban benne lévő élményt, hogy ha elkezdenek játszani a gyerekek a kutyusokkal, akkor alapvetően mindenki jól érzi magát. Ezek ugye nem terápiás folyamatok, ezek akkor lennének azok, hogyha megterveznénk. Tehát, hogy ezek a foglalkozások, ezek állatasszisztált foglalkozások, de ennek mindenképpen az a célja, hogy akik csatlakoznak és részt vesznek ezekben a játékokban, ők abban az adott pillanatban jól érezzék magukat, feltöltődjenek, örüljenek, és talán azt a szeretetet, amit ezek a kiskutyák át tudnak adni, ezt ők megkaphassák. Hol lehet titeket megtalálni, hol működtök? A Kutyával egy Mosolyért Alapítványnak a központja Kecskeméten van. Mi itt Veszprém megyében dolgozunk és élünk. A kutyáknak a kiképzését Litéren tesszük meg, de én magam Veszprémben dolgozom, és a kollégáim a Veszprém és Veszprém környéki településekről jönnek. Tehát akkor jól értem, terápiás kezeléseket adtok rászorulóknak, ez csúnya szó, de hogy terápiás kezeléseket adtok. Ez a lényeg. A terápiás kutyák, ők segítő kutya csoportba tartoznak, ami azt jelenti, hogy valóban lehet terápiás foglalkozásokat is velük véghez vinni. Ehhez szakképzett emberek kellenek, tehát hogy ténylegesen kutyás terápiát gyógypedagógusok, pszichológusok tudnak végezni terápiás céllal. Mi, akik többiek dolgozunk, pedagógusok vagyunk többek között, és egyéb segítő szakemberek, állatasszisztált foglalkozásokat csinálunk, illetve jó magam az iskolában gyerekeket tanítunk a kutyák segítségével, és olyan érzelmi töbletet adunk nekik, amivel ők is a mindennapokat könnyebben át tudják vészelni.
csodálatos szakma és csodálatos munka, amit csináltok. Ehhez kívánunk nektek sikereket, és köszönjük, hogy beszélhettünk. Én köszönöm szépen. Szolgáljátok fel a majának, a kis hercegnek, vigyázz vele, és a fejedből, hogy mit csinálnak. Terápiás kutya. Mit jelenthet ez? Hát, hogy segítenek a gyerekeknek. És hát legfőképpen ennyi. Melyik kutyus volt a kedvenced? Tanya. Igen. Miért pont ő? Hát mert szeretem az ilyen nagyobb kutyákat, és azért. Jól éreztem magamat, nagyon-nagyon. És még azt is, hogy tetszett nekem mind a három kutya. És mennyire fogadtak szót ezek a kutyusok? Nagyon. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen élmény volt ez neked. Hát szerintem nagyon jó volt, mert izgalmas és jó. És mennyire volt nehéz? Hát nehéz volt, hogy apukámnak sikerült, de nekem azért nem, mert még gyakorlok a kezemen, hogy izmos legyen, meg otthon gyakorlok, hogy mindig erősítem meg. Szerinted miért fontos ez, amit te most ott csináltál? Szerintem azért, mert hogyha valaki elkezdik haldokolni, hogy tudjuk segíteni rajta. Utcán, hogyha valaki rosszul van, akkor más is tud segíteni, vagy nem? Hát azt még nem tudom, mert apukám nem meséltem még otthon, nem kérdeztem meg tőle. De te most nagyon-nagyon nagy hős voltál, úgyhogy gratulálunk neked, mert te is megtanultad az újraélesztést, úgyhogy gratulálunk. Köszönöm. Meg már, neved, igen? Meg már otthon is csináltam ezt, meg az iskolában beszéltünk már erről, és megmutattam ott is, hogy így kell. Tényleg? És képzeld, elárulom, hogyha most legközelebb mész iskolába, megint elmondhatod, hogy te megint csináltál újraélesztést, úgyhogy légy büszke magadra, szuper vagy. Oké. Meg anyukám is fog örülni, ha elmesélem neki. Így van, büszkék lesznek rád a szüleid, így van. Látom, hogy van érdeklődés. Ön hogy veszi észre? Tisztelt köszöntöm a nézőket. Hát úgy veszem észre, hogy az érdeklődés általában ezeken a napokon ilyen fokozatos, hát kutyákkal nem lehet versenyezni népszerűségben, meg se próbáltam bölcsen, de most már azért gyűlnek szépen, aminek örülök. És mit tapasztalt? Mi a tapasztalat, hogy mennyire csinálják jól az emberek, mennyire felkészültek? Ebben kicsit megengedők vagyunk, hogy ne törjük le a próbálkozók lelkesedését, de azért általában nem szokták tökéletesen csinálni. Pont azt tanítjuk, hogy próbálják meg, legyenek bátrak. Hogyha most folyamatosan minden apró dologba belekötünk, akkor ugye elveszük a kedvüket, és akkor pont az a analízis-paralízis alakul ki, ami a valós helyzetben nem szabad, tehát nem merik elkezdeni. Úgyhogy bátorítjuk őket. Inkább legyen egy picit szabálytalan, de legalább csinálnak. Még az is sokkal többet ér, mint a semmi. És hát azt láttuk, hogy gyermekeket is ide engedett, illetve gyermekek is kipróbálták. Ez miért jó? Tehát azért a valós helyzetet, hogyha nézzük, akkor egy gyermek nyilván nem áll neki újraéleszteni. Nem, de tőlük nem is ez az elvárás. Hát minél előbb találkoznak vele, annál előbb beépül a mindennapjaikba, hogy ez egy természetes dolog, hogyha ilyet észlel neki keringés megállást, ha nagyobbak lesznek, felnőttek lesznek, akkor megmerjék csinálni. Tehát ösztönzőleg hat a felnőttekre is. Ha gyerek nem merít csinálni, akkor én nem. Ez így van, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhet. Igazán ismételném a megtiszteltetés, köszönöm. Köszönjük szépen. Említette, hogy ugye nemrég vizsgázott, és hogy kötelező elem volt ez is a vizsga. Igen, mondjuk nem ilyen hosszan, így más volt, hogy végig kellett csinálni 2 percet, így hosszabbnak tűnt. És fárasztó? Szerintem igen, meglepően fárasztó, pedig tök egyszerűnek tűnik így.
És mit gondol arról, hogyha stressz helyzetben vagyunk? Tehát nyilván most ugye ez egy játék, illetve egy bemutató részeként van. Ha stressz helyzetben vagyunk, akkor felülkerekedhet az ember ezen? Hát fejbe kell ezt eldönteni, hogy az ember akar segíteni, és akkor félre tudja tenni azt az izgalmat, meg azt a stresszt. De szerintem, hogyha mondjuk nincs más segítség, az ember elkényszeríti magát, hogy segítsen, mert első segélyen is tanultuk, hogyha nem csinálunk semmit, az rosszabb, mint hogy próbálkozunk, és azzal esélyt adunk, hogy megmentsünk egy életet. Jó, hát köszönjük szépen, és egy hős volt. Köszönöm. Egyrészt fárasztó, másrészt izgalmas, mert itt tudom, hogy itt nincs tétje, meg itt tudom, hogy mekkorát kell nyomni, vagy mekkorát lehet nyomni, de egy olyan vészhelyzetben nem biztos, hogy ennyire reálisan tud gondolkodni az ember. Te ezt tanultad egyébként? Tanították hát a jogosítványszerzésnél is, meg a honvédségnél is tanítgatják, de nem elég rendszeresen. Így néha. Hát többször? Többször kell. Szerintem ugye egy évente legalább egyszer egy ilyen tanfolyam nem ártana. Főleg az újraélesztés, mert egyre sűrűbben lehet rá már szükség. Hát köszönjük szépen, hogy hős voltál.